Üdvözlet mindenkinek, és shalom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Jahuának! Te most személyesen van olyan, mondja, Jahúcsa Mahásiach mondja, hogy ha látjátok a pusztító utalásokat ott áll a szent helyen, ahol nem kell, akkor tudjátok, hogy jön a vég, és akkor ti fussatok egyikre, stb. Stb. Aki ruhája benn van, az már nem menjen be érte. Tehát neked van olyan személyes támaszpontod, vagy támpontod, amire azt mondod, na ha az megjelenik, akkor itt most már tényleg tehát a visszaszámlás egyben nyilvánvaló. Mert most még a videóitból látom, hogy például akik az eredetbe vándoroltak vissza, tehát izraeliták, azok nem azok, akiknek valóban vissza kell fordulni. Tehát valamint, hogyha még nagyon sok minden nem lenne ehhez kész. Tehát ez, amit mondasz, ez én úgy olvasom a Bibliában, ott is már a tanítványok mondták, hogy hát hú, akkor mikor lesz vége, mikor állított helyre, akkor hú, most ez a világháború, az a világháború. Nagyon sokan szörnyű dolog történt, amire azt lehet, hogy ilyen őrültség nem volt, mint most nyilván, mert nem volt ilyen médiahatalom. Nagyon sokan dolog volt, amire hát, bocsa, annak a kornak a tanítói vagy prédikátori mondották, hát na hát ennél lejjebb nem lesz, tehát hogy elgázosítanak embereket, kiéheztetnek országba, stb. Ez már biztos, hogy van a vége. Hogy mi az a jel, ami az lenne, hogy egyetemön a végét jelenti a dolgoknak, mi lenne az a igen, jel? Igen, mert azt hiszem a harmadi templomnak az állása, az már tényleg, ott már be fog ülni az antikrisztus, tehát egyértelmű. Mert az egyik többen is utal. De ez még nem áll, építési tervek sincsenek útra, meg hát maga a földterület is kérdéses, azért nem ilyen gyors, vagy egyszer csak szerintem felgyorsul minden, és akkor minden héten megvalósul, most vagy mondjuk röpke 50 éven belül. Itt 50 év nincs, szóval nincs is ha valaki azt gondolja, hogy még 50 év van erre, akkor az én úgy gondolom, hogy ez egy álomvilág, az a fajta. Én nem tudom elképzelni, hogy még 50 év lenne. Mellesleg, ez amiről... Ez csak egy érzés? Ez biztos, hogy nem. Ez egyszerűen csak ne... De figyelj, csak gondolj bele abba, hogy ha háborítatlanul folyik ez a dolog, ami most történik, akkor mi az, ami, milyen lesz az étel 50 év múlva, ha most ez van, ami most van? Milyen nem lesz tudom. A víz, vagy a levegő? Nem is erre vonatkozott a kérdés. Mit fogunk dolgozni? Mi lesz a munk? Az ígéret földjén azt írja, hogy a gog-magog háború akkor lesz, mikor békesség van, tehát se zár, se kapu nincs. Most azért látjuk, hogy kőkemény háború. Gog-magogról én csináltam egy videót. Mellesleg Péter azt írja, hogy tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Szóval mindig ezt mondták az emberek, hogy mi van már? Én ezt mondtam pont nagynénémnek, hogyha 2000 éve azt mondta, hogy figyeljetek, akkor mit mondana most? Látván mindazt, ami folyik a világban. Persze mondhatjuk azt, hogy mindig volt háború, meg blablabla, bla, bla, de ez nem így van. Az, ami most van, ez a technológia, ez nem létezett 10 évvel ezelőtt. Vagyis hát mi nem tudtunk róla, létezett ez már régebben is, de mi nem tudtunk róla. Szóval nem mondhatjuk azt, hogy a világ mindig is ilyen volt. A világ 20 évese volt ilyen, amikor én gyerek voltam. Gyerek, hát 20 éves voltam. Mikor én semmi ilyesmi nem volt, mint ami ma van. Míg mi jártunk focizni, meg ilyen dolgok voltak. Ma már elképzelhetetlen, hogy az emberek elmenjenek focizni. Meg... Néha elmennek a céggel, hogy legyen valami, gondolom azért a cég rájött, hogyha egész nap ül az ember, és semmit nem csinál, akkor nem lesz olyan produktív, ezt ezért elviszik őket. De a gyerekek nem járnak ki az utcára. 20 éve ez nem így van. Szóval ez nem igaz, hogy ez mindig is így volt, ez még 20 éve sem volt így. De amit mondok az az, hogy egyszerűen csak minden afelé konvergál, hogy az élet el fog lehetetlenülni. Mit fognak tanítani az iskolába 50 év múlva, ha most ez van? Azt akarom mondani, hogy az igazság, és azok az emberek, akik abban akarnak járni, egyszerűen csak kipusztulnának 50 év alatt. Mert ki írtaná őket a világ? Szóval nem lenne értelme a világnak. Már ma sem nagyon van értelme egy gyereket megpróbálni egyáltalán felnevelni, mert nem lehet. Kötelező 16 éves korig iskolába járni, ami egyszerűen elpusztítja az embert, az, ami ott történik. Mind szociálisan,
mint pedig úgynevezett oktatás vagy információt, nevelés terén. Az gyakorlatilag mindent lerombol, amit az ember megpróbál felépíteni abban néhány órában, ami kapcsolatban van a gyerekkel egy héten. Szóval mi történne 50 év múlva, ha így haladnánk? Hogyan is, milyen munkát végeznénk? Mikor már ma sincs semmiféle termelés, mert mindent a robotok megcsinálnak. Még ez, amit úgy hívnak, hogy irodai munka, az a semmit tevés, a papíroknak az ide-oda tologatása, aminek semmi értelme nincsen, az egy mesterséges dolog. Az azért van kitalálva, hogy az emberek azt higgyék, hogy ők dolgoznak, hogy valamit csinálnak. De az abszolút nem, az kontraproduktív az a dolog. Az nem, hogy nem termel semmit, hanem az árt azzal, hogy a fizetést fizetik a semmire. És mivel nincs mezőgazdasági termelés, nincs ipari termelés csak Kínába, meg Indiába, ezért tök fölöslegesen csinálunk mindent. Mi csak a pénzt költjük el, ami nem létezik. Szóval nem lehet 50 évig még ezt fenntartani, de nem is akarják, nem is kell. Úgyhogy én innen gondolom, hogy nincs 50 év. De ha azt kérdezed, hogy mi az, mindenki tudni fogja, mikor az megtörténik. Nem lesz kérdés az emberek fejében. Mikor elkezdenek a bombák hullani a Közel-Keleten, meg kitörnek ezek a járványok, meg összeomlik a gazdasági rendszer, akkor az embereknek nem kell majd engem felhívni, hogy ó, szerinted ez az? Mindenki tudni fogja, hogy viszlát. Az, amiről ez az idióta beszél, 4-5 éve, az ez. Mikor majd szép lassan mindenki elveszti a munkáját, mert nem lesz miért bemenni, tologatni a papírokat ide-oda, mert nincs termelés. Szép lassan, majd ahogy tekerik föl a gázt, az üst alatt, amiben mi fővünk. Majd mindenki rájön. Aztán eljön a nap, amikor azt fogják mondani, hogy köszönjük a részvételt. Nincs elég áram, szóval csak délután 4-től fog menni, este 8-ig, azután viszlát. A fűtés nem lesz csak egyesen, hogy épp ne fagyjon meg senki. Be lehet állni a sorba majd, hogy legyen mit enni néha. Munka nincs. Mindenki, aki nem ért egyet azzal, amit mi csinálunk, az abba a sorba álljon, a többiek meg ebbe. Ez az, ami vár mindannyiunkra a közeljövőben. Mi vagyunk azok, akik megássuk a saját sírunkat. Ez egy nagyszerű kép, szerintem az a kifejezés. Mikor az ember ássa a saját sírját. Ez az, amit mi csinálunk. A viselkedésünk, ahogyan egyre jobban bízunk a tudományban, azaz saját magunkban, ahogyan fejlődik az úgy ugyanolyan roham mértékben távolít el minket a teremtőtől, és ragaszt hozzá minket a világhoz. Szóval ahogyan bízunk egyre jobban a világban, azzal a roham tempóban távolodunk a teremtőtől. Szóval egy ponton ő csak azt fogja mondani, hogy engem nem érdekel már ez az egész. Az a néhány ember, aki még foglalkozik velem, az kiveszem minden a többit, meg egyszerűen csak leradírozom minden, mert semmi értelme nincs amúgy se. Miért? És az elragadtatás, amit mondasz, hogy kiveszem minden. Nem. Az elragadtatás, arról is csináltam egy videót, az olyan szempontból, olyan értelemben nem létezik, ahogy az emberek beszélnek róla. Az elragadtatás az utolsó trombita, szóval mikor visszatér, akkor fog, abban az egy pillanat lesz. De addig mindenki itt fog végig szenvedni ezt az egészet. De ez vissza fog, ezt úgy mondják, hogy visszanyal a fagyi. Szóval annyira megyünk a világ után, hogy mint ahogy azt mondta Izraelnek, hogy el fognak benneteket vitetni Egyiptomba, meg Asszíriába, és majd megtudjátok, hogy milyen azokat szolgálni hozzám képest. És amit mi most tapasztalunk, az életnek ez a nehézsége, ez azért van, mert megmutatja, hogy milyen szolgálni a világot hozzá képest. És az emberiség ostobaságában és tudatlanságában még mindig a 600 parancsolatot szajkozza, miközben több milliót megtartunk. Mert a KRESZ, az adózási szabály, a TB, a közigazgatás, a bűnügyek, mindegyiknek megvan a saját szabálya, mégse okoz problémát, nem? Nagyjából mindenki betartja az összes több százezret. Akkor az a 600, amiből 200 vonatkozik rám, miért olyan nagy probléma? Úgyhogy most megmutatja mindenkinek, hogy ez van, hogyha elfordulunk tőle. Csak az emberek nem jönnek rá, hogy ez az, ami történik. Szóval meddig lehet elfordulni tőle? Nem tudom, hogy még ez meddig mehet. Hogy mi az a pont, amikor már... De szerintem a jel, amit az, amit talán te küldtél nekem most, az a Dániel idézet, de nem biztos, hogy te voltál. Ami azt mondja, hogyha nem rövidítetnének meg azok a napok, akkor egyetlen test sem maradna életben. Ez az, amiről beszélek. Ahogy távolodunk el tőle,
gyakorlatilag saját magunkat kiírtjuk a föld színéről. A különböző módszerekkel, amiket használunk. 50 év múlva mennyi anyagot permeteznének repülőről a légtérbe? El sem tudom képzelni, hogy mi lenne akkor. Most is biztos drónok mennek, meg mit tudom én még, de hát akkor állandóan csak permeteznének minket, az kész éjjel-nappal. Nem lenne mit... Ezt megkérdezik tőled, hogy hát tehát ez azokra is húzik, akik elrendelik a permetezést. Tehát itt ez kicsit így nem ért értelmű, vagy ez csak ilyen lokációs permetezés, vagy bizonyos területeket szóval. Ez is lehetséges, a másik meg az, hogy ki tudja, hogy milyen ellenszerei vannak, hogy mi ez az egész. Értve. Én ezt nem tudom. De tegyük fel, hogy az nem az. Akkor mi van a vízzel, amit iszunk? Mi van az élelmiszerrel idézőjelben, amit az emberek élelmiszernek hívnak és megesznek? Akármennyire is lehet valaki vegán, meg nem eszik semmit, csak gumókat, vagy mit tudom én mit csinál, teljesen mindegy. Minden át van alakítva. Itt is ugyanúgy megvan a GMO, mint ami megvan Amerikában. Lemehet az ember a térképről, hogy vegyen ezt az, de meddig tud lemenni a térképről? Ez az, amiről beszél, hogy ha nem rövidítetnek meg a napok, akkor se, azért, mert kiírjuk magunkat gyakorlatilag ezzel a viselkedéssel a földről. Ez hülye kérdés, hogy akkor nem 24 óra lesz egy nap? Szerintem attól függ, hogy mit hívunk 24 órának, de szerintem már most, már régen nem annyi. Úgy értem, hogy már régen sokkal gyorsabban telik az idő, mint ahogy mi azt gondoljuk. Ez szerintem evidens. Tessék? Erről nem volt videód így, hogy az idő múlása vagy... Nézd, hogy ha Bábel tornyánál ki tudod alakítani mindenkinek egy külön nyelvezetet, ami 70 nyelv, azt meg tudjuk jubileumok könyvébe, egy pillanatról a másikra, akkor nem hiszem, hogy problémát okoz neki felgyorsítani az időt relatíve, úgyhogy senki ne vegye észre. Ja, értem. De egyébként lehet, hogy ez csak relatív valóban, vagy szubjektív, vagy hogy mondják, hogy valóban annyi mindent csinálunk, hogy az felgyorsítja az időnek a menetét. Szóval lehet, hogy ez csak egy relatív dolog, de szerintem valami van a hátterében, de azt nem tudom, hogy azt nem feltétlenül mondom, hogy erre gondolt, mikor azt mondja, hogy az idő megrövidítetik. Szerintem arra gondolt, hogy van egy elhatározott idő, de hamarabb visszatér, mert különben ezek az idióták kiírtanák egymást itt. Azt inkább úgy van vele, hogy megállítja. A Bábel tornyánál nem az volt neki a problémája, hogy őt ki fogják vadászni onnan a felhők közül, érted? Ő tisztában volt az, hogy őt nem lehet onnan kilőni. Hát gondolom, érted, hogyha megcsinálok egy akváriumot, úgy csinálom meg, hogy a halak ne tudják lerombolni a házamat. Nem biztos, annyira nem. De érted, amit mondok? Szóval nem, hogy akkor milyen különbség lehet köztünk, meg közte, ha ő teremtett minket a semmiből. Most én nyilván így közelítem meg ezt az egészet. Szóval ő nem félt attól, úgy értem, hogy az atya. Nem félt attól, hogy most ezek az idióták fel fognak jönni, ezt egy lándzsával megölnek, érted? Mikor tudjuk, hogy ő egy ruák, egy spirit, vagy hogy mondjam, egy szellemi lény. Szóval mivel akartuk mi megölni? Amikor azt mondja, hogy semmi sem gátolja, hogy végezne vigyenek mindent, amit elgondoltak, arra gondolt, hogy ezek a szerencsétlenek kiírtják magukat ezzel az ökörséggel, amit kitaláltak. Addig fogják csinálni ezt, míg lepusztítják magukat. És most látjuk, hogy ez mi. Az, amire gondolt akkor. Hogy ha hagyom, hogy ezek így csinálják ezek a szerencsétlenek, amit kiterveztek, akkor annak a vége az lesz, hogy permetezni fogják magukat méreggel, meg szándékosan létrehoznak olyan technológiát, amivel a vizet tönkre tehetik. Hogy nagyanyám még abból ivott, mi meg már nem tudunk belelépni, anélkül, hogy ne lenne kolerás valaki. Egy két emberöltő alatt. Szóval kiírtjuk magunkat. Ez volt neki a problémája. De azt akarom mondani... Érdekes, hogy Ádám Neivána ugyanezt mondta, hogy ki kell őket vinni innen, mert nehogy még nagyobb bajt csinálják. Tehát ott volt még egy fa. Nehogy akkor arról csinálják, azt végig nem lehet őket megváltani, mert már örök életük van. Tehát. Hát mert egy bűnös dolog örök élt volna. És az nem... Az nem lett volna helyén való. Szóval kidolgozta ezt a kimunkált tervet, amit ugye aztán mi azt is tönkretettük. Mi gyakorlatilag mindent tönkretettünk. Mert azért, mert a hazugság hihető. Mert az út az könnyebben járható, amit az ellenség sugdos a fülünkbe. Szóval évszázadok alatt elérte azt, hogy volt olyan időszak, amikor Péter, aki ott járt a Mashiachal, még vállalta a megfeszítést azért, hogy járhassa azt az utat. Ma meg már azt mondjuk, hogy mi kegyelem alatt vagyunk, azt nekünk semmit nem kell csinálni abból, amit ő csinált. Mi mindent tönkre teszünk, mert elfordulunk a teremtőtől. Ha elfordulsz a teremtőtől, annak egy ilyen lassú degradáció az eredménye. Ezt írja le Rómaiakhoz első fejezet, bocsánat, tökéletesen gyönyörűen. Úgyhogy ha valaki akarja látni ezt a folyamatot, hogy hogy megy végbe, akkor olvassa Rómaiakhoz első fejezet
16-tól a végéig. Hogy hogyan megy végbe ez a lassú degeneráció az emberben és az emberiségben, hogyha elfordul tőle. És ez mindannyian részesei voltunk ennek egy ponton, amiből kihúzott minket valami érthetetlen oknál fogva. De ez az, ami történik a világban. A mennybe, ugyanígy a pokolba, visszajöttek és jöttek egy könyvet 3500 forintért, hogy mi ezek a könyvektől a véleményed, a megtapasztalásokról. Úgy érted, hogy a halál utáni élet, vagy mi? Hát ez nem feltétlenül, ők azt állítják, hogy akár személyesen fölmentek, akár csak úgy felmentek, vagy lementek, nem tudom. Voltak ezt, hogy a tesztben, például a Bia-Víz a 23 perc a pokolban, ő például azt mondja, hogy úgy lement, mint hogy, hát ez fizikai valójában. Én szerintem ezzel fölösleges is foglalkozni, az időt vesztegetni ilyen dolgokra. Én szerintem ez nonsense. Az egész elmélet számomra, még az egész út közelébe se jártam. Úgy értem, hogy még nem hittem semmibe. Még a galaxisba se, vagy mi, hogy a galaxis isten, vagy nem tudom. Még abba se, mikor ezeket hallgatva már rosszul voltam, olyan egyértelmű volt, hogy ez egy hazugság. Úgy értem, hogy minden egyes szavuk, amit mondanak erről az egész nonsense dologról, hogy ők lemennek a pokolba, meg felmennek a mennyországba, az... Szerintem nevetjük, de most tudván azt, amit tudok, az olyan nincs, hogy valaki felmegy, meg lemegy, meg persze Saul felment, meg vannak kiválasztottak, mint Hanok, vagy Énok, vagy Illés, meg néhányan biztos Mózes, akiről mikor a 24 vénről beszél, hogy ott ülnek. Szóval persze, de hát nem egy ilyen gipszi akab akárhonnan, érted, az visszajön. És akkor ráadásul tudod, mi az egészben a furcsa, hogy tudjuk az igazságot. Szóval tudjuk, hogy a Tora az igazság, hogy nekünk abban kellene járni, elfogadni Jehusa HaMashiach üzenetét. Akkor elmegy valaki a pokolba, meg a mennybe, meg mindenhova, és visszajön, és miért nem mondja el akkor, hogy ez a szitu? Miért nem azzal kezdő, hogy figyelj, mi ezt az egészet benéztük. Nem az, hogy kegyelem alatt vagyunk, meg semmit nem kell csinálni, meg Jézus van, hanem van egy neve, Jehusa HaMashiach, és van ez a Tora, a dolog, ami benne van, a könyvnek a háromnegyedét kiteszi, nekünk azt kéne ilyen napot tanulmányozni, és sürgősen megváltozni, mert végünk van. Miért nem ez? Meg van egy neve mellesleg, ami nem Úr, hanem Jahua, és ez gyakorlatilag minden oldalon ezerszer szerepel ebben a könyvben. Szóval miért nem ezt mondják? Miért azt mondják, hogy láttam a nagy fényt, a gyönyörűséget, és szeretet töltött el, meg ezek az angyali lények énekeltek, meg hárfáztak, meg a pokolban, meg sütögetti a sátán az embereket nyárson. Hát azt hiszi valaki, hogy a pokolban a sátán uralkodik? Hát az neki jutalom lenne, nem? Szóval valahogy így az egész, hogy mondjam, az üzenet, ami lebuktatja ezt az egészet, érted? Nem is az, amit mond. Most persze lehet, hogy a pokolban ott emberek égnek, vagy mit tudom én mi, de amúgy nem, de érted? Vagy a mennybe az angyalok hárfáznak majd, vagy, de miért nem az üzenet az, ami az üzenet? Miért nem jön vissza, mint amikor mondta a gazdag ember Lázárnak, hogy ember, küldjél már vissza valakit, hogy figyelmeztessék ezeket a szerencsétleneket, akik a családom, hogy itt izé van, gáz van. Hogy ez az egész nem úgy van, mint ahogy mi azt gondoltuk, hogy itt mi azt csinálunk, amit akarunk, közben meg jó lesz. Azt mondja neki, hogy küldjél vissza valakit, ezekhez, és mondd meg nekik, hogy mi a szituáció. Azt mondja neki Lázár, Ábrahám, hogy van nekik Mózes és a proféták, hallgassák azokat. Azt mondja a gazdag ember, hogy nem úgy, atyám, hanem a halottak közül, ha megy valaki hozzájuk, majd akkor megtérnek. Azt mondja Ábrahám, hogy ha Mózesre meg a prófétákra nem hallgatnak, akkor azt se győzi meg őket, ha valaki visszatér a halálból. Szóval akkor minek tér vissza a halálból, ha nem mondja el, hogy mi a sztori lényege? Hogy mindenki... Hát ez is megvalósult Jézusban, hogy visszatért a halálból, de mégse hitték el, hogy... Hát hogyne? Sőt, hát föltámasztott a Lázárt, meg még néhány embert. Azt mégis azt mondták, hogy ez egy izé. Ott voltak. Azt mégis azt kérték, hogy mutass nekünk valami jelet, hogy te vagy az ember. Hát azt mondja, mit csináljak, mikor azt mondom, ami le van írva. Érted? Szóval az emberiség nem változik. Most is ugyanez a helyzet. Hiába mondod neki ugyanazt, amit Illés mondott, meg Jeremiás, hogy figyelj, csak térjetek már részhez, mert hamarosan azt mondta Jeremiásnak, hogy olyan dolgot csinálok, hogy mindenkinek, aki hallja, belecsendül a füle. Kifordítom a Jahúdát úgy, mint ahogy egy tányért kifordítanak. Azt mondták neki, hogy
hogy nekünket ez nem érdekel, ez a dolog. Azt mondták neki, hogy mi akkor is azt az ökörséget fogjuk csinálni, amit mi kitaláltunk. Mi, akármit csinálsz, mi akkor is. Mindjárt megmutatom neked, mert ez az egyik legnagyszerűbb... egyik legnagyszerűbb rész, amikor ezt mondják neki. Talán a 23-as fejezet az, ahol azt mondja, hogy pillanat. Jó, hát mégis mindenhol nagyszerű, de na várja. Inkább megmutatom Ézsaiás a 30-as fejezet 8, mert az a szerintem a 30-as fejezet 10, az ami jellemző mindenkire, az emberek 90%-ára. Kik ezt mondják a látóknak, ne lássatok, és a prófétáknak azt mondják, hogy ne prófétáljatok nekünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, prófétáljatok hazugságot. Hagyjátok el az utat, térjetek le az ösvényről, vigyétek el előlünk Izraelnek külön választottját, vagy szentjét itt, ugye. Hát akkor mit akarunk mi? Képzeld el, hogy ezek az emberek ott éltek vele. Úgy értem, hogy ott lakott köztük, Jahua, nem? Ott volt a templom, ott volt a láda, a főpapot kérdezgette, hogy most akkor mi legyen, hogy legyen. És mégse hittek neki. Akkor milyen esélyekkel indulunk mi? Hogy... nem, mikor mondod nekik ugyanazt, hogy figyelj csak... azt mondta, ide az van írva, hogy amikor ezek a jelek, amiket most látunk a világban, ezek így konvergálnak majd egymáshoz, akkor egy olyan időszak következik, amit hogyha nem rövidítene le, akkor kőkövön nem maradna. Szóval ideje észhez térni, nem? Hogyha ha valamikor a történelemben sürgető volt ez a dolog, akkor ma biztos, hogy az. És mégis az van, ha olvasnád a hozzászólásokat, amiket csak így kitörlök egyből, hogy te egy idióta vagy. Hogy van, aki azon fennakad, hogy Wuhan, vagy mi ez a város, az a kínai, az egy város, nem egy tartomány. Azért, mert ott rosszul mondtam az elején, hogy a tartományban, aztán persze vágtam én, hogy ez egy város, csak nem ott kellene kijavítani. Hogy, érted? Hát akkor mit akarjak én? De mindegy. De úgy értem, hogy ha Jeremiásnak nem hittek, meg Ézsaiásnak, meg Jahusa HaMashiachnak, akkor én miért érezem magam csalódottnak, hogy nem hisznek nekem? Hát, érted? Szóval... azt mondja, ez az, amit kerestem. Így szól Jahua, álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, hogy melyik a jó út, és azon járjatok. Hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek, és azt mondják, hogy nem megyünk. Én nekem ez az egyik kedvenc része. Őrállókat rendeltem föléjük, mondván, figyeljetek a kürtnek a szavára. És azt mondták, nem figyelünk. Azért halljátok meg ti nemzetek, és tudd meg te gyülekezet, azt, ami következik rájuk. Az ő gondolatainak gyümölcsét hozom majd rájuk, mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én torámat megvetették. De ha ezt mondom most valakinek, hogy esetleg lehet, hogy át kéne gondolni, hogy az, amit csinálunk, az nem úgy van mégse, ahogy mi azt gondoltuk, hanem érdemes lenne megfontolni azt, amit itt mond a 16-os fejezet 19-ben, hogy bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink, és hiába valóságokat, mert nincs köztük segíteni tudó, az nekünk szól. Mi vagyunk ezek, akik hazugságot találtunk ki, ezt az Istent, meg Jézust, meg az Urat, meg ezeket a dolgokat, akiknek nincs semmiféle rendszere, meg azt csinálsz, amit akarsz, mert úgyis kegyelem alatt vagy, közben meg úgy élünk, mint valami, nem is tudom, mi az, ami így él. Ahogy mi. Úgyhogy nem tudom, mi volt a kérdés, de ez a válasz. De ez igazából, amit, tehát hogy lehet a szellemi megtapasztalás az, hogy valaki eljut a mennybe meg a pokolba, azt ebből vezettük. Jó, bocsánat. Ha nekik nem jöttek, akkor igazából mehet meg, jöhet a tárki, föl meg le. Nem lényeges meg. Maximum a könyv árával jó jár el az belőle pár százezer darabot, mert gyakorlatilag egy olyan. Hát van, akit rettentéssel riaszt, hogy az ördögöt sütögeti az embereket lenni, és akkor valaki erre úgy dönt, hogy jó, akkor odafordul, de egyre nincs, nem tömegjelenség. Hát meg jól érzi magát, mert ő hisz Jézusba, és ő és elmondja neki az ember, aki visszatér, hogy láttam a fényt, ott volt Jézus, és ő melegséget töltött el, és ő szeret mindenkit, szóval, hogyha elfogadod Jézust, akkor te jó vagy. És akkor az ember hátra, puff, oké, én szeretem Jézust, meg én elfogadtam, én hiszek,
kösz a részvételt, bum, megy tovább, kapcsolgatja a tévét, az kész. Mint ami sem történt volna. És... Nem csak az a furcsa ezekben nekem, hogy amikor mondja Jézus, hogy helyet készít nekünk, és mondja, hogy olyan helyet, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív nem gondolt meg, és visszajön egy ilyen látó, aki azt mondja, hogy ő fel tudott menni, és akkor megnézte, hogy hol tart az építkezés, és egy olyan hát ha mennyet ír le, ami egy ilyen szép külváros valahol Rózsadomban. Tehát, hogy úgy van nyílva a fű, hogy derékszögben van, vízmértékben vannak az ajtók, az ablakok, óbarok, útok vannak a házban. Ja. Gondot, hát most ezért küzdünk. De hát, de mi is megyünk föl sehova, érted? Szóval én azt nem értem, hogy miért is akar valaki bárhova is menni, mikor jelenése könyvében egyértelműsíti, hogy az 1000 éves királyság is a földön lesz, és az örök királyság is a földön lesz. Úgyhogy nem hát tudom. Én az elragadtatásból, hogy elragadtatunk az úrat, hogy felhőgik, és azon, ekkor mi... Na, de akkor ő jön már lefele, érted? Ez olyan, mint amikor... Felhőkig. Persze, és aztán ahogy jön le, mi lejövünk vele. Mint ahogy elé szaladsz valakinek, aki jön, aztán visszajössz vele. Nem ott maradsz. Ő jön vissza. Azt mondta, ez mi, hol is írja? Hát most ezt nem fogom megmondani, de ez azt hiszem, hogy tesz amik a levél valahol. Igen. Utolsó trombita szóra. Igen, az utolsó trombita szó, hát valahol az első levél, vagy a második, nem tudom, most mit közben próbálom nézni. De az a lényeg, hogy egyértelműen mondja, hogy mi az, ami történik. Hogy a Adon, vagy a gazda, a riadóval, az arkangyal szózatával és Elohimi harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak. Leszáll az égből, jön lefele ide a földre. Nem megy senki föl. Minek is menne föl bárki, mikor itt lesz lent a királyság? Minek akarnak ők fölfele menni, mikor mindenki jönne ide lefele? Itt lesz a királyság, a földön rendet tesz, 1000 évig ő uralkodik Izraelből, az ő népével, úgy, mint királyi papság, meg egy nemzet, főpapi nemzet. Szóval együtt uralkodunk vele, azok, akik oda jutnak. És aztán még az igazi Jeruzsálem is, jelenések könyve 22, azt hiszem, ahol Jeruzsálem, 21, jön lefelé az égből. Új eget és új földet látok, mert az első ég és az első föld elmúlt vala. És én Jehukanom, hogy János, látom a Kodes város, az új Jeruzsálemet, mely Elohimtől száll alá a mennyből. Szóval hova mennek ezek az emberek a mennybe, mikor ott lesznek? Azt mindenki itt van? Rossz. Hát, csak a tisztánlátás miatt, hogy én ezt úgy képzeltem el eddig, hogy az elragadtatásnál Jézus viszont elhőkig elviszi magával az övéit. És közben itt a földön elkezdődik ez a kataklizma, de úgy, hogy keresztények már nem lesznek itt. Ezt a hívők vagy. Persze, hát ezt terjesztik, hogy ez így lesz, de hát ez egyértelmű, azt hiszem ebből, amit csak ez az egy vers, amit leírt, hogy ő jön visszafele már ekkor. Ő már ez az a pillanat, az utolsó trombita szó, mikor azt mondja, hogy kész, vége, meg lett és visszatér. Akkor jön vissza, ez az a pont, amikor azt mondja, hogy ha meg nem rövidítettem volna az idő, akkor mindenkit kivégeztünk volna. Ja. És akkor hát visszatér. Az utolsó trombita szó, az meg az ítéleteknél van akkor. Nem, az utolsó trombita szó, amikor visszatér. Ekkor már vége volt a poharak öntésének, a trombita szavaknak, a pecsétek, a lovasok, már mindenkit lerendezte. Az egész föld olyan állapotban van, mint még soha. És akkor jön vissza. És akkor lesz... Azt mondod, hogy ezt a keresztények át, én a hívők át fogják élni. Hát át kell, hogy élj. Abszolút. Mint ahogy Lót is, meg Noa is végig szenvedte az időszakot, és csak a pusztulástól menekült meg, nem a szenvedéstől. Azt mondja, hát hogy... Nem olyan biztató így. Dehogy nem, hát ez a nagyszerű, nem? Hát milyen nagyszerű lesz azt az időszakot végig szenvedni? Azt mondja Jakab, hogy örüljetek, amikor nehézségetek van, mert ez a hitnek a próbája. Most nem azt mondom, hogy nagyszerű, hogy annyira várom, hogy ez legyen, de figyelj, mit akarhat az ember, mint ebbe az időszakába élni a világnak? Mikor akarjak élni, ha nem ekkor? Amikor ez az egész zajlik. Mivel megtartott az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Ez jelenések könyve 3. fejezet. Ez a próbatétel, ez kipróbál vagy tesztel, mikor az embernek a hitét teszteli majd. Azért, mert ilyen életmódot folytattunk, ezért nekünk nagyobb a teszt. Nagyanyámnak fölösleges volt, lett volna ilyen tesztet kitalálni, mert nem úgy élt, mint én vagy mi. Ők nem távolodtak el annyira, mint mi. Mi eltávolodtunk, ezért úgy van vele, hogy jól van. Van esély, de akkor nézzük meg, hogy
Hogy birkóztok meg ezzel? Szóval mikor akarna élni valaki, nem ebbe az időszakban, amikor összeomlik a világ? Látod a végét, esetleg még a visszatérést. Persze nem mondom azt, hogy ez egyszerű lesz, vagy hogy én azt kívánom, hogy ott legyek, de ha választhatnék, hogy ott legyek, vagy nem, akkor nyilván azt mondom, hogy legyek ott. Biztos. Hát én nem tudom, hogyha megkezdődöm neked, hány készül arra, de jó lesz majd azokat a bizmába. Én nem mondom, hogy jó lesz. Hanem, hát én úgy tudom, nagyon sokan arra készülnek, hogy valahogy kitartani az elragadtatásig, és akkor hús, azt utána mi itt van, az senkit nem érdekel. Az elragadtatásig mindenki ki kell tartani annak, aki életben van, mert az az utolsó pillanatban fog eljönni. Szóval meg lehet halni előtte, ami szintén nagyszerű, de látni a visszatérést, az nem hiszem, hogy egy utolsó dolog. Szóval mindennek van egy ára. Inkább azt mondom. Nem azt mondom, hogy én fel vagyok erre készülve, vagy arról álmodozok, hogy én most ott a nyomorúságba kóboroljak, étlen szomjan. Nem erre gondolok, hogy én fel vagyok készülve rá. Én csak azt mondom, hogy hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt már én ez az érzés bennem volt, ami most világossá vált, hogy mi is az, amire készíti a hova. De egyébként azt mondja Jakab első lövét 12, hogy boldog ember az, aki kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott elveszi az életnek a koronáját, amit Jahua ígért az őt szeretőknek. Szóval a kísértés az egy próba. Az ember hitének a próbája. És ez az, ami vár ránk. Mellesleg teljesen mindegy, hogy én mit akarok, vagy te. Igazából annak nincs is jelentősége, hogy most én akarok-e ott lenni, vagy vándorolni, vagy kóborolni, vagy gumókat enni az erdőbe, vagy mit tudom én mit. Az a lényeg, hogy az lesz, amit az atya akar neked, vagy nekem, vagy a harmadiknak. És fölösleges várni az elragadtatást, mert ez egy óriási csalódás lesz, amikor az nem érkezik meg, azt az ember ott találja magát, amikor benne van a káosz kellős közepén, ezt azon gondolkozik, hogy hoppá, én itt maradtam akkor. Közben az egy hazugság volt a kezetektől fogva. Az elragadtatás maga, úgy értem. De hallottad már ezt, hogy sokan úgy gondolják, hogy erről szól, vagy az én számom volt az első, aki? Hát én ez egy régi sztori. Erről én már néhány hónapja egy videót is csináltam, mert már nem bírtam tovább. De az elragadtatás a címe egyébként érdekes módon. És ez egy hazugság az egész. Úgy, mint ahogy majd, hogy minden tanítás a kereszténységben. A vasárnap az, hogy már nem kellenek az ünnepei, hogy mindent lehet enni, hogy minden mindegy, hogy a körülmetélést eltörölte a szív körülmetélésre, hogy Saul átváltozott Pállá, aki pogányságot hirdetett. Gyakorlatilag minden, amit a vallások hirdetnek, az egy hazugság. Közte ez. Ez is egy. De sose volt ráadásul, hogy nem is láttam értelmét ennek. Meg plusz akkor az azt jelenteni, hogy eljön még kétszer, nem? Mert egyszer eljön ezekért a szerencsétlenekért, akiket... Igen, felütik, és utána szentjével jön vissza. Utána meg visszatér és még egyszer. Utána kezdődik 1000 éves királyság, és aztán még egyszer előadatik az ellenfél, hogy azok is, akik abban születtek, azok is szabadon döntessenek, hogy kit választanak ezzel, mint én. Ez a része, ez így van. De ilyen nem lesz, hogy valakit is ő elvisz. Az a lényege, hogy mindenkit megpróbáljon. Ez a büntetésünk, hogy azt végig kell szenvedni, vagy legalábbis szenvedni kell, érted? Az a lényeg, hogy nem a büntetés, bocsánat, ez a következménye ennek. A büntetést megússzuk, hogyha hiszünk, és a cselekedeteinkkel bizonyítjuk a hitünket, akkor Jahusha HaMashiach elvállalja a büntetést a bűneinkért, de a következményeket nekünk kell vállalni. Az, hogy ilyen életmódot folytatunk, amiért most, annak a következménye az, hogy ez az időszak eljön az emberekre, mint egy büntetés. De képzeld el azt, hogy abban a korszakban élünk, amikor lehetőségünk van látni Jahusha HaMashiach visszatérését. Szóval az lehet, hogy valami, amiért az ember hajlandó némi kellemetlenséget elviselni. Ilyen is, hogy könyveket olvasol, lesz kellemetlenség. Hát hogyne, biztos, hogy a komfort érzetét az embereknek ez próbára fogja tenni, de figyelj, én mondom, én nem azt akarom állítani most semmilyen körülmények között, hogy én készen állok, sőt, szerintem nem, de ez olyan dolog, amire nem is lehet felkészülni, szóval nem is kell. Pontosan úgy, mint ahogy az ember edz, mindig azt csinálja, amire nincs felkészülve, az a lényeg az edzésnek. Mert azt csinálod, amire nem vagy felkészülve, így erősödsz. Ha azt csinálod, amire fel vagy készülve, akkor nem erősödsz, hanem olyan maradsz, mint voltál. Szóval ez a próba lényege. Nincs senki felkészülve rá. De
De Jahua az, aki eddig is eljutatott minket. Aki ilyen emberekből, mint én, akik ilyen senkiházi életet folytattak, ezt összehozta, ameddig eljutottunk. Szóval neki nem fog ez problémát okozni, mindaddig, amíg mi kitartunk abban, amit ő meghatározott nekünk. De erre nem, hogy azt így valaki, hogy fel lehet készülni, mit tudom én, bőtöléssel, meg hideg zuhannyal, meg az, hogy valaki mezit lábjárkát télen, vagy mit tudom én mi. Ez fizikálisan persze lehet valamennyit szépíteni a dolgon, de hogyha valaki spirituálisan nincs ott, akkor ez, úgyis ez az egész össze fog ez úzni. Mint ahogy a legtöbbünket összefog. Most kérdés, hogy ki meddig jut el. Ebben az egész. Hát én nagyon köszönöm, Ronald, hogy tudtunk beszélni ismét, nekem hasznos volt. Hát halleluja, örülök, hogy beszéltünk, ez mindig jó móka. Indulok tovább dolgozni, és nagyon köszönöm a munkádat, és mondom, ha bármiben segítségre van szükséged, akkor nyugodtan szóljál. Igen, figyelj, igazából ezek a dolgok, amiket de mindenki tud segíteni. Hogyha valaki megosztja, lájkolja a videót, aki támogatni akarja a munkánkat, az úgyis megtalálja, hogy hogyan lehet. Az mindig jól jön, de azon kívül próbáljon mindenki csak szépen felkészülni erre az időszakra, meg közelebb kerülni az atyához, ez a lényeg. Kifel a világból, közelebb hozzá. Minél hamarabb, mert ami történik a világban, az bizarr. Úgyhogy folytatjuk. Okay. Halleluja. Örülök, hogy beszéltünk. Minden jó. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Jahuának, halleluja és shalom.